Megérkezett az új Ovibusz, Barcsi Diák a szakmasztárja, és újra tarol a helyi pálinka. Többek között ezekkel a témákkal várjuk Önöket e heti összeállításunkban. Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Továbbra is várjuk javaslataikat és ötleteiket a 462-204-es telefonszámra, de írhatnak is nekünk az akvaradio@tonline.hu címre, vagy a Barcs Média Facebook oldalára. Lássuk, mit kínál ezen a héten a Barcsi Krónika. Kiömlött a tartályokból a bitumen, vélhetően a vas miatt vágták szét a tárolókat. Megmutatjuk, hogy milyen az új Ovibusz. Barcsi Diák lett az ország legjobb szerkezett lakatosa, megvan a szakma sztárja. Több mint 20-an húzták a helyére a város májusfáját. Idén traktorok is kísérték a fuvószenekar kamionját. Világkupa győztes ismét egy Barcsi pálinka. Munkába állt az új Ovibusz Barcson. A kis buszt saját költségvetésből vette a város, hogy be tudja szállítani a drávaszentesi és a somogytarnócai gyerekeket az óvodákba. A járműben minden kisgyermeknek van biztonsági öv és ülésmagasító. Az önkormányzati kis busz reggel viszi, délután pedig hazaszállítja a gyerekeket, ezért a szolgáltatásért pedig a szülőknek nem kell külön fizetniük. A bemutatást követően munkába is állt már az óvodás járat, az újonnan beszerzett kisbusz nem csak a somogytarnócai és a drávaszentesi óvodásokat, hanem néhány bölcsődést is szállít nap mint nap a Barcsi intézményekbe. Jelenleg drávaszentesi óvodásunk 5 fő van, aki érintett ebben. Én úgy gondolom, biztos, és biztos is vagyok benne, hogy igénybe veszik a szülők ezt a szolgáltatást. Somogytarnócáról 9 gyermekünk jár az óvodába, de általában 6-7-8 gyermek szállítását vették a szülők eddig igénybe, az autóbuszos szállítást. Van ugyanis, aki autóval hordja a gyermekét, amikor munkába indul. A menetrend összeállításánál azt is figyelembe kellett venni, hogy a gyerekek 8:30-ra beérjenek az intézményekbe. Az óvodai előírás részint a 10 órai, másrészt pedig a foglalkozások miatt. Az intézményvezető hangsúlyozta, eddig a nagy buszokon is kísérővel utaztak a barcsi óvodások, most a kis buszon is lesz, aki külön rájuk figyel majd. Már tavaly, amikor a somogytarnócai tagóvodánk megszűnt, a szülők egyből igényelték, hogy kisbuszos szállítással oldja meg az önkormányzat, de erre csak most lett lehetőség. Drávaszentesről már évek óta bejárnak az óvisok, ezért is öröm, hogy immár saját busszal közlekedhetnek a gyerekek. Nagyon örülünk ennek a megoldásnak, és mindenki várta már, hogy milyen lehetőségek jöhetnek számításba. Ez a busz teljesen megfelel az igényeinknek. A gyerekek számára szerintem nagyon örvendetes lesz, hogy reggelente külön biztonsággal fogják őket beszállítani Barcsra. Barcs másik település részéről is több kisgyerek ingázik, Somogytarnócáról is járhatnak már kisbusszal az óvodások. Egy biztos, hogy a fő cél, ami ki lett tűzve ennek a járműnek, az megvalósuljon, tehát az óvodások beszállítása, illetve esetenként egy-egy bölcsödés, hogyha igény lenne rá. Somogytarnócáról 7 kisgyerek jár be busszal, 2 óvodást pedig a szülei visznek nap mint nap. Így elég is lesz a jármű kapacitása. A felszerelés adott, az óvodások minden ülésre kaptak ülésmagasítót, biztonsági öv is van a buszban. Ha ennél kisebb gyerek is utazna a buszon, akkor a kötelező hordozót vagy speciális ülést a családnak kell kölcsönadni, amíg utazik a kisgyerek. A buszt teljes egészében önkormányzati forrásból vette meg a város, és az üzemeltetéséről is Barcs gondoskodik. A város járművére nem kell bérletet venni, hát a jármű azért van, hogy a gyerekek könnyebben és kulturál körülmények között érjenek be az intézménybe, vagyis az óvodába. Én úgy gondolom, hogy erről nem kell beszélni, ez a mi dolgunk, ez a város dolga, hogy ez biztosítsa a gyerekeknek.
Az óvibusz már munkába is állt, jelenleg azt figyelik, hogy az indulási és érkezési időpontokat miként tudják a gyerekek és a családok igényeihez igazítani. Az intézmény és a város vezetői is hangsúlyozták, a gyerekszállító járművet nem használják ételszállításra, hiszen nem ezért vásárolta meg az önkormányzat. Az ebéd kihordására továbbra is a másik autót használják. Város szerte elballagtak a középiskolások. A szakképző iskolában a ballagással együtt rég nem látott sikereknek örülhettek, hiszen az idei évben a szerkezet lakatosok közt az ország legjobbjának járó címet hozhatta haza Budapestről az iskola egyik diákja. Utolsó osztályfőnöki órák, a ballagást megelőző pillanatokban az utolsó együtt töltött percek és az utolsó közös ünnepére indulás a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzőben. Lányok, fiúk egyaránt hol kacagva, hol kicsit szomorkásan hallgatták tanáraikat és egymást a teremben is, majd pedig a szülők és barátok között a hivatalos ceremónián, ahol köszöntötték az iskola legeredményesebb diákjait is. Az igazgató ünnepi beszédében elmondta, hogy kimagaslóan jó év volt az idei. Az iskola is ilyen lehetőségében vállalja kötelességét, mivel a régió szakembergálájának képzése, tovább és átképzése, rövid és hosszú távú feladata közös ügyünk. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015-ben is megrendezte a szakma kiváló tanulója versenyt, kibővítve az országos szakmai tanulmányi versennyel. Ezen 40 szakterületen közel 7000 diák vett részt, köztük több barcsi szakmunkásképzős is. A bolti eladók közül az első 6 legjobb között végzett Pávics Szultána, ám nem a pult mögötti mosolygással vagy a kedves kiszolgálással érte ezt el. Rengeteget készültünk tanáraimmal, nagyon sokat tanultuk, igazából ez már elméleti síkon ment, nem gyakorlatin. Gyakorlati része egyébként csak egy csomagolás volt és termékkihelyezés, az elméletre fektették itt inkább a hangsúlyt, volt egy írásbeli része, számlakitöltések, bizonylatok, levélírás, és persze természetesen felelnünk kellett az adott tételből. A szakma sztárja országos versenyen szépen szereplők felmentést kapnak a szakmai vizsga alól. Nem kell szakmunkás vizsgázni, és mivel az egyik tárgyból 70, a másikból 90% felett teljesítettem, ezért kiváló lesz a szakmunkás bizonyítványom. Tehát a vizsga mellett még nagyon jó eredmény is született, hál' Istennek. Szuli azt mondta most, hogy az érettségi és a szakmunkás vizsga is meglesz, már a munkának kell következnie, de még erősen gondolkodik egy második szakmán is. A ballagási ünnepségen Pávics Szultánával együtt emlékplakettet vehetett át kiváló szereplésének köszönhetően Erdélyi Levente is, aki viszont a legmagasabb eredményt érte el, a szakmasztárja verseny első helyezését, vagyis a Szulokban élő, a Balcsi Szakmunkásképző Iskola tanulója lett az ország legjobb szerkezet lakatosa. Elsősorban az iskolámnak köszönhetően nagyon színvonalas képzést biztosítottak nekem, mind a verseny előtti felkészülés alatt, mind pedig a tavalyi évben, amikor még nem is volt szó arról, hogy én versenyre fogok menni. Nagyapámnak is nagyon sok mindent köszönhetek, miatta kezdtem el ugye a szakmát tanulni. Ezen kívül hát mögöttem volt az egész család, tehát miközben tanultam a tételeket, mindenkitől kérdezgettem, hogy tudják-e ezt, tudják-e azt. Szóval mindenki velem volt, neki köszönhető. Mint Levente mesélte, az elméleti rész anyaga megegyezik a szakmunkás vizsga anyagával, a gyakorlati rész viszont sokkal keményebb volt. A szakemberek szerint nagy rutinnal is nehéz lett volna beleférni a 9 órába, ám Leventének sikerült. Mint mondta, sokat gyakorolt a gyakorlati helyen és az iskolai műhelyben is Gáspár Attila tanárúrral. Az országos első helyezést követően több cég is megkereste Leventét, de még nem döntött. Lehet, hogy nagyapja vállalkozását viszi tovább. Amit én tanultam, szerkezetlakatos szakma. A nagyapámmal közösen hát szinte bármit csinálunk, kapuk, kerítések. A utolsó nagyobb munkánk az Pécsen a dohánygyárban volt, az új dohánygyárban, amit építettek. Pontosabban átalakítottak, ott a dohányszállító csöveket szereltük fel.
Csunka Zoltán igazgató megdicsérte a tanulmányi versenyen résztvevő összes diákot, hisz a többiek is nagyon szép eredményeket értek el a megyei fordulón, s mint mondta, jó hír az is, hogy a kormány célja a 3 év duális képzés mellé bevezetni a 2 éves érettségit adó képzést is, és így nem lesz különbség iskolák között, 5 év alatt jut a diák érettségihez és szakmához is. Az iskola is nyit a lány szakmák tekintetében, belépőztől a női szabóképzés, és régi álmuk, hogy visszahozzák az autószerelő képzést is Balcsra. Így a következő évtől 9 szakmát tanulhatnak a diákok az intézményben. A tartósan nagy létszámú 550 fős intézményben további változások is várhatók. Jelentős változások vannak, tehát az elmúlt 20 év szakképzésének egy földrengésszerű átalakítására várunk. Teljes mértékű átszervezés folyik, itt mind a szakmai, mind tartalmi, mind pedig az intézmény fenntartási rendszeren belül is. Nem tudható az iskola milyen fenntartási formában, milyen iskolacentrumhoz fog tartozni, milyen keretek között fog működni. Ez azonban július 1-ig eldől, az pedig biztos, hogy a fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium lesz. A szakképzést most mindenki falsúlyosan kezeli, tehát csak jobbat hozhat a jövő. Ilyen mértékű átalakulás 30 éve a 80-as években volt utoljára. Vélhetően a vas kellett a tulajdonosnak, ezért vágta szét az egykori Barcsi Kemikál területén lévő bitumenes tartályokat. A barbár munka miatt most szurok áztatja a szétszabdalt tartály körüli területet, a vas tartályokból továbbra is szivárog a fekete lé. A hatóságok már megkezdték az anyag vizsgálatát. Szétszabdalt tartályok és ömlő bitumen, ezt az arcát mutatja most a korábban szebb napokat látott Kemikál Bitulax keverőegysége. A gyárat régen bezárták, a nem működő üzemre hatalmas jelzálogot terheltetett egy cég. Most annyit lehet látni a kerítésen kívülről, hogy elárasztotta a tartályok környékét a bitumen. A szakhatóságok már napok óta vizsgálják az ügyet, hogy környezetkárosításról van-e szó. A laborvizsgálatok eredményére még várni kell. A hivatalos tájékoztatást a város se kapta meg. Tájékoztatást kaptunk, ami nem hivatalos, és természetesen szereztünk be információkat. A tartályok egy régi keverőegységhez tartoztak, ám évek óta nem működtették már ezeket sem. Ugye ez a Kemikálnak a régi Bitulax üzeme, amit egy szekszárdi vállalkozó megvett, és valószínű itt a nyomokat figyelve csak vas kinyerés céljából vette meg, mert szétbontották a tartályokat, levágják a szivattyúkat, csővezetéket bontanak. A helyszínen tűzoltó készülékeket is találtunk, ezeket biztosan nem a 2009 körül kivonuló tulajdonosok hagyták itt. A tartályokat szemmel láthatóan a bitumen szintjéig vissza akarták bontani, de ez nem igazán sikerült. Az idézőjeles szakembereket még az sem zavarta, hogy az egyik tárolóról sikerült levágni a lezáró lemezt, így annak tartalma jó idő esetén egyszerűen megolvad és a természetbe távozik. Nem a város területe, de a városnak mégiscsak foglalkozni kell vele. Így Barcs vezetése információkat kért a szakhatóságoktól. A bitumen vélhetően egy betonmedencébe ömlik, bár ezt szabad szemmel alig, ha lehet látni. Minden esetre a logika ezt diktálja, hiszen az üzemépítésekor a bitumen még veszélyes anyagnak is számított. Hogy a tulajdonos cégre sikerül-e rábizonyítani, hogy köze volt a tartályok barbár eldarabolásához, nem tudni. A terület információink szerint ugyanis osztatlan, közös tulajdonban van, így az sem világos, hogy ki mehetett be úgymond vasazni a telephelyre. A hatóságok kivonultak, mintát vettek, a labor eredményekre egyelőre várni kell. Addig is úgy tűnik, a természet teszi a dolgát, és olvasztja tovább a fekete masszát. 200 férfi ember csak nem kevés volt ahhoz, hogy a helyére kerüljön Barcs idei májusfája. A hagyományokhoz híven zenés menet kísérte a feldíszített fát a városközpontig, ahol tánccal taposták a földbe a májusfát. Népviseletbe öltözött táncosok és fúvósok kísérték a városházától a testvérvárosok teréig a város májusfáját. A fát kísérő menet a kereszteződéseknél megállva tánccal hívta az ünnepségre a barcsiakat. –
májusfát már a 15. századtól kezdődően állítanak a lányosházaknál az írásos emlékek szerint. A székelyeknél a Fülöp Jakab napra virradatkor állított májusfát Jakabfának, avagy hajnalfának is nevezik. Hajnalfa néven húsvét hajnalán is állítottak májusfát a Székelyföldön. A 18. században magyar forrás szerint szokás volt még a templomokban is májusfát állítani, ez a tanítók és a diákok dolga volt. A májusfa állításának napja a magyar nyelvterület legnagyobb részén május 1-e, de egyes történeti adatok alapján Pünkösd napján is állítottak korábban májusfát. A két ünnep kapcsolatai ugyanis annyira erősek, hogy nehéz volna eldönteni, tulajdonképpen melyik naphoz is kötődött tartósan, hagyományosan a májusfa állítás ünnepi szokása. A barcsi májusfát lovaskocsival vitték a helyszínre, több százan kísérték figyelemmel az utcán is a menetet. A térre érve a polgármester egy palack bort, Vekeli Józsefné tanácsnok pedig egy perecet kötött a fára. Ezt majd a kitáncolásnál fogyaszthatják el a szerencsések. Tudod-e, hogy kiknek szoktak májusfát állítani régebben? Fiúknak vagy lányoknak? Lányoknak. És vajon ki állított májusfát a lányoknak? A fiúk. Bizony, mikor szokták állítani, tudod-e azt? Mert ez most egy nagyon szép fa, de régen mikor állították? Nappal? Éjszaka. Barcson már a kisebbeknek sem újdonság, ez a szokás, és ha az udvarlással nincsenek is tisztában, azért májusfa állításának az alapjait mindenki tudja. A hagyományokat ugyanis az idősebbek is átadják a fiataloknak. Találtunk olyan fiatalembert, aki már azt is tudja, hogy a kitáncoláson milyen táncot szeretne járni. Mit szeretnél akkor táncolni? Hát ugrost. Ugrost? És milyen tánc az az ugrós? Áruld el nekem, hányan táncoljátok? Sokan? Vagy egyedül? Sokan. Sokan. Az egész csapat szokta táncolni? Igen. Falun szoktál látni még májusfát azért? Igen, szoktam. És tetszik egyébként? Igen. És ezen a fán mik vannak, amik ilyen hagyományos dolgok? Mitől nem egy sima fa? Hát bor, meg perec, csomó szalag. Nehéz volt elhozni idáig? Hát nehéz lehetett, mert jó nagy volt. Jó, kísértett te is? Igen, de azért a lovaknak se lehetett túl könnyű. Persze ez az ünnep nem csak a gyerekeknek, és nem csak a gyerekekről szól. A város apraja nagyja az utcára vonult. A fiatal hagyományőrzők nem először kísérték a májusfát. Minden párnál a férfi tag elment a lány háza el, és az ablak elé állított egy szép nagy májusfát, hogy ez is kimutassa azt, hogy mennyire szereti a hölgyet. Hát elég jó éjszakai kaland lehetett ez annak idején. Neked volt már ilyenben részed? Hát még nem, de még biztos lesz. Hogy lehet csinálni egy ilyen kitáncolást szerinted? Azért hát félfalut vendégül látni nem éppen egyszerű. Okosan és ügyesen, jól sokat kell sütni, jól finom ebéddel megadni a fiúkat, illetve sok-sok alkohol. Amiből van egy a fán is, ennek mi a célja? Le kell majd szedni, vagy? Igen, ezt leszedik és meg fogják inni a végén a fiúk, amikor kitáncoljuk a fát. A májusfát természetesen Barcson is kitáncolják majd, de már az állítás másnapján is mulatsággal köszönthették a tavaszt, az újjászületést az itt élők. A Majárison látványos produkciók is várták ugyanis a közönséget. A májusfa állítás mellett szép és régi hagyomány Barcson a zenés ébresztő. A városi fúvós zenekart ilyenkor nyitott kamion viszi körbe a város utcáin, ám az idei évben jó pár gépjármű is csatlakozott hozzájuk, mégpedig a Vállalkozók Egyesületének felhívására. Májusfa díszeleg a Drávakop ZRT központi telephelyén is, melynek tövénél a munka ünnepének reggelén gyülekeztek mindazok, akik elfogadták a Vállalkozók Egyesületének meghívását, és a felkérésnek megfelelően vállalták, hogy a régi május 1-i felvonulások hangulatából felidéznek egy-egy emlékképet. Mindenképpen hagyományt szeretnénk teremteni. Kettős az indítatás. Egyrészt szeretném a Vállalkozói Egyesület munkájára és a létünkre felhívni a figyelmet, másrészt egy nagyon nagy múltja van. Nyilván a politika elmarad, meg az önkényúlalmi elképek, de a jókedv, a hangulat, azt remélem, hogy marad, és valamit
Hát ők nagy örömmel vettem, hogy a kollégáimnak a 10 éves gyerekei, 8-10 éves gyerekei szeretteinek kapcsolódni hozzánk, mert ezek a hangulat ez utánozhatatlan, és van létjogosultsága ma is. Az egyesületi megkívása érkeztek sorba a csatlakozni vágyok. A telephelyen helyi vállalkozókkal találkoztunk, no és a Boróka Senior tagjaival is. A helyzet az, hogy még én is ahhoz a generációhoz tartozom, akik még nagy lelkesedéssel vonultak május 1-én, és hát természetesen minden ilyen felkérésben partnerek vagyunk. Természetesen partner volt ebben a Városi Fúvol zenekar is, amelynek közreműködése nélkül a május 1-e és a majális is elképzelhetetlen. A zenekar soha nem alszik, mert minden reggel zenés ébresztővel kezdjük a május 1-i programunkat, délután folytatjuk tovább a Zenepodesztnél, ami örök hagyomány, már régóta itt vagyunk a május 1-ékor. Régen mi nagyon sokat felvonultunk, végig jártuk Barcsot, nagyon sokszor. Hol a vasútállomástól indultunk, hol a kultúrháztól indultunk, de ezt a hagyományt vissza kell hozni, mert jók voltak. Összetartoztak az emberek, kapcsolatokat teremtettek, barátságot szültek, meg a hétköznapoknak a rohanását elfelejtik ezáltal. Ezért is kell a zene. A hatházak ablakából már sokan meglesték a vonulókat, rácsodálkoztak a menetre a járókelők is. A városközponthoz közeledve aztán egyre többen, és mindenki mosolygott. Ezek a jó emlékek közé tartoznak nyilván. A reggel a kollégákkal beszéltünk, hogy azért nagyon sok embernek pozitív emlékei vannak a múlt rendszerről, és többek között egy-egy ilyen eseményért, ami a majális volt, amikor felhőtlenül szórakozhattunk, jó időben, tavaszt köszöntöttünk gondtalanul, és azoknak a kis embereknek az ünnepe volt, akik egyébként a hétköznapban nyilván el voltak felejtve. Ahogy ismerem magunkat, nagyon jó hangulatú lesz a mai nap, és táncolni is fogunk, úgyhogy ez a lényeg a dolognak. És táncoltak is, mégpedig a posta előtt, az út kellős közepén, ahol a reggeli időpont és a balagások miatti rohanás ellenére is már sokan megálltak és nosztalgiáztak. A 2015-ös évi május 1-i retro felvonulók végighaladtak a városon, majd a külső körforgalomnál megfordultak és azt követően tértek vissza a kiinduló ponthoz. A Barcsi első retro felvonuláson 17 darab különböző számú kerekeken guruló jármű vett részt, és a rendezők remélik, a következőn még többen csatlakoznak hozzájuk. Pártállástól függetlenül támogassák a családi kedvezmények növelését a képviselők. Ezt kéri a Hunatyáktól Barcsváros polgármestere. Karvalics Otto sajtótájékoztatóján elmondta, egy hátrányos helyzetű térségben a családok támogatása nem csupán fontos dolog, hanem létkérdés is. A hátrányos helyzetű térségeknek minden forint fontos, összegezte véleményét sajtótájékoztatóján a barcsi polgármester. Karvalics Otto szerint a forgalmas utaktól távol eső területen különösen nagy szerepe van a családtámogatásoknak. 2011 óta bevezetett kedvezmények, az adócsökkentés, a rezsicsökkentés, a családtámogatás, ez összességében 3600 milliárd forintot hagyott a magyar embereknél. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos szám, mert ez a szám, ez a pénz, ami a családoknál marad, ez visszakerül és gerjeszti a munkahelyet, a fogyasztást, a szolgáltatás minőségét, akár munkahelyteremtést is azoknál a cégeknél, ahol vállalkozásoknál, kicsiknél, nagyoknál, ahol ez a pénz megjelenik. Én úgy gondolom, minden forint fontos, amit itt el tudunk költeni. A tervek szerint 2019-ig duplájára, tehát gyermekenként 20 000 forintra nőne egy két gyermekes család esetében ez a kedvezmény. Barcson ez sok családot érint. Barcson 2200-at kell ellátni, 2200 gyereket, és van 211 olyan családunk, amelyik hátrányos, tehát nem egészen egészséges gyerekeket nevel, amelyik hatványozott kiadás jelent a családnak, mindezeknek szeretnénk segíteni.
egy két átlagkeresős, két gyermekes családnál 9000-9500 forinttal maradhatna több, de az SZIA csökkentés a gyermekterem pároknál is 4500 forinttal nagyobb bevételt jelentene. Bacs környékén a minimálbér jellemző, de itt is mutatkozna növekedés, hangsúlyozta Karvalics Ottó. A minimálbér összege ugyanis most bruttó 105000 forint. Ebből vihetnek haza a munkavállalók 68.775 forintot havonta. Egy kétkeresős és két gyermekes családnál így évente 85000 forinttal maradhatna több pénz. Fontos, még több létkérdés egy hátrányos térségben az, hogy milyen támogatásokat kapnak az emberek, ez milyen lehetőséget hoz a következő évekbe. Én azért gondoltam, és azért kérem azt a képviselőktől, pártállástól függetlenül, hogy mindenki ezt a költségvetést, ha lehet, ezt a támogatási rendszert, hosszú távú kiszámítható támogatási rendszert támogassa és szavazza meg, mert itt nem pártokról van szó, itt a térségben élő emberekről, a városban élő emberekről van szó, és úgy gondolom, hogy minden megválasztott képviselőnek az a dolga, sőt, tovább mondanám, kötelessége, hogy ezt a fajta lehetőséget támogassa. Karvalics Ottó kiemelte még a térség agráriumát meghatározó sertés ágazat kérdését is, hiszen a sertés hús általános forgalmi adóját 5%-ra csökkenteni a kormány, ami ugyancsak Barcs érdekeit szolgálná a városvezető szerint. A nemzetközi mezőnyben is megállták a helyüket a Barcsi Tóth Tamás pálinkái. A három bronz és két ezüst minősítés mellett a Hunyor földi eper kivívta a tekintélyes zsűri legjobb bírálatát is, ami az aranyéremmel a legjobbak közé került a rangos pálinka és párlat világkupán. Áprilisban tartották a Gyulai Pálinka Fesztivált, ezen belül a negyedik pálinka és párlat világkupát, ahol a Barcsi Tóth Tamás Hunyor földi eper, azaz Szamóca pálinkáját a szakmai zsűri beválasztotta a nemzetközi kínálat legkitűnőbb nedűi közé. Magyarországról, Szlovákiából, Szerbiából, Romániából, Örményországból és Oroszországból összesen 528 minta érkezett az idei versenyre. Pontosan az ötödik alkalom, amikor Gyulára elvittem a pálinkáimat versenyre. Jubilálásnak számít azért már egy ötödik részvétel, és én hűséges nevezőjük vagy indulójog vagyok, mert eddig minden évben 4-5-10 közötti számú mintával neveztem be eddig az elmúlt években. A benevezett pálinka minták között természetesen vannak visszatérő vendégek, mert azok a jellegzetes vagy standard gyümölcsfajták, amiből úgy illik majdnem mindenkinek pálinkát főzni, meg amit a nagy közönség kedvel is, ilyen a kajszi, a szilva, a körtefélék, ezek szinte mindig szerepelnek a repertoárba. A körítés, tehát ezen kívül amilyen különlegességek az egzotikus gyümölcstől, mint a fügétől, a vadgyümölcsökig, ezek viszont hol bejön egy új fajta, hol kimegy. Ami még nálam egy biztos induló, az a boróka. A Barcsi magánfőzde hídpálinkát nevezett, ebből 6 érmes lett. Bronz minősítést kapott a kajszi, cseresznye és szilva, míg a magunk közt csak Barcsikumnak nevezett, bonyolultabb főzési metódust igénylő boróka pálinka a korábbi helyezéseihez képest egyet előrelépett, és a Hunyor Izabella szőlővel együtt ezüstérmes lett. A korábbi aranyérmes füge és a 2011-es szamóca után a Hunyor földi eper most újra a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Ehhez azonban nagyon fontos a jó alapanyag. Változatlanul a lehetőleg minél közelebbről, de hát természetesen vannak alapanyagok, ami különlegesek. Egy fekete ribizlit, az például Belegből, mert ott van legközelebb olyan termelő, aki fekete ribizlit termel nagy területen viszonylag. A kajszínál is egy majdnem évek óta visszatérő helyforrás, nekem Látrány térségében egy nagy kajszültetvény van, hűtőháza van a vállalkozónak, és onnan tudom a lekvár minőségű kajszit beszerezni. Helyben a vadgyümölcsök, a bodzától kezdve a kökényen át a vadkörtéig, tehát a borokán, a boroka azért meg tényleg nem kell elmenni távolra vidékre, és így azért majdnem azt mondom, hogy az alapanyagok több mint 50%-át azért a közeli helyekről tudom beszerezni.
Ahhoz azonban, hogy aranyérmes és igazán kerek, telt aromájú ízű pálinka szülessen, nem elég a jó gyümölcs és a szakértői technika, kell egy kis szerencse is. Több év alatt mindig tanul az ember, tehát lehet ebben, mint szakmában mindig előrébb lépni. Igazán már a bronzéremhez is jó pálinkát kell tudni készíteni. A legkisebb hibával már esélye nincs bronzérmet kapni egy pálinkának. Onnantól az aroma intenzitás, hogy mennyire jön vissza a pálinkába egy-egy gyümölcsnek a jellegzetes illata meg ízaromája, attól lép előre a bronzhoz képest egy pálinka az ezüst és az arany szintre. Tamás párlatait évek óta a világkupa legjobbjaiként jegyzik. Az összesített eredmények alapján ma már a Barcsi az ország harmadik legjobb magánfőzdéje. Ennyi fért e heti összeállításunkban, nézzük még egyszer főbb témáinkat képekben. Kiömlött a tartályokból a bitumen, vélhetően a vas miatt vágták szét a tárolókat. Megmutatjuk, hogy milyen az új Ovibusz. Barcsi diák lett az ország legjobb szerkezet lakatosa, megvan a szakma sztárja. Több mint 20-an húzták a helyére a város májusfáját. Idén traktorok is kísérték a fuvorzenekar kamionját. Világkupa győztes ismét egy Barcsi pálinka. Ha kíváncsiak rá, hogy mi történik városunkban, akkor egy hét múlva hétfőn mindenképpen tartsanak velem. Szerkesztjük együtt a hírmagazint, hívjanak minket a 462-204-es telefonszámon, vagy írjanak nekünk az akvaradio@tonline.hu címre. Én megköszönöm a figyelmüket kollégáim nevében is, további szép estét kívánok!